A forradalom ünnepe leginkább azoké, akik közel engedik azt szívükhöz, akik személyes életükben büszkén élik, és továbbadják 48 lelkületét, tiszta értékrendjét. Mert nekünk itt, a 21. század elején még mindig szükségünk van bátorságra, igazságra, lendületre, bölcsességre, hazaszeretetre, összefogásra és a belőle fakadó tiszta örömre. Paks polgármestere március 15-én a Szent István téri ünnepi beszédében azt is elmondta, hogy a mindennapok taposú malmából azok a különleges események emelnek ki, amelyek rávilágítanak értékeinkre, amelyekből erőt és büszkeséget meríthetünk. A városi megemlékezésen a II. Rákóczi Ferenc általános iskola diákjai és Napsugár kórusa készült műsorral. Eltelhetett 170 év, változhattak bárhogy a politikai rendszerek, de a 48-as eszmék, a hősök és mártírok nevei mindig a dicsőség jelképeként maradtak és maradnak fenn minden nemzedék emlékezetében. A megemlékezésen műsorra közreműködtek a Tűzvirág Tánc Együttes tagjai is. A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, intézmények, civil szervezetek, alapítványok és egyesületek képviselői elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit Jámbor Pál szobránál.